Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Mai adásunk középpontjában az október 13-ai helyhatósági választás áll, és sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Pápai Erzsébetet, a helyi választási iroda vezető helyettesét, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Október 13-án mit kell tudni a választópolgároknak? Mi az, amivel mindenképpen rendelkezniük kell, hogyha szeretnének élni állampolgári jogukkal és szavazni szeretnének vasárnap? Elsősorban a szavazóköri névjegyzékben kell szerepelniük, ezért ha valaki augusztus 23-ig, illetőleg azóta, hogyha a lakcímet változtatott, nem kapta meg az értesítőt arról, hogy ő mely szavazókörben szavazhat, akkor feltétlenül még a lakóhelye szerinti választási irodától kérje meg ezt az értesítőt, hiszen az önkormányzati választásokon a választásnak feltétele az, hogy magyarországi lakóhelyen rendelkezzen a választópolgár. Elég sokan vannak, ahogy az ajánlás időszakában tapasztaltuk, akiknek már fiktiválták a lakcímét, ugyan van egy lakcímkártya a kezükben, de ők nem szerepelnek a névjegyzéken. Tehát mindenféleképpen előtte még pénteken 16 óráig járjanak ennek utána, személyesen megtehetik a helyi választási irodán. Időben már a postán nem fogjuk tudni megküldeni, hogyha elveszett az értesítő, vagy nem tudják, de személyesen ezt meg tudják tenni. A szavazás napján a választópolgárnak személyazonosításra alkalmas, érvényes, hatályos személyigazolványát, útlevelét kell magával vinni, valamelyiket, amellyel tudja bizonyítani az ő kilétét. Lehet ez még a kártyaformátumú jogosítvány is, és emellett igazolnia kell a személyazonosítóját vagy a lakcímét. Ez a legegyszerűbben a lakcímkártyával lehet, hiszen mindkét adat szerepel rajta, illetőleg nagyon kevesen már úgy vettem észre, még emlékeznek arra, hogy van egy úgynevezett hatósági bizonyítvány, amikor a személyazonosító jelet, leánykori nevén személyi számát bevezették, akkor erről mindenki kapott egy kis hatósági bizonyítványt, ez összehajtva pont elfért a személyigazolványba, a régi típusúba. Hogyha ezzel tudja igazolni valaki a személyi számát, akkor az is megfelelő a választáshoz. Az is fontos elmondani, hogy ha valaki kicsúszott a határidőből, jó, hogyha tudja, hogy ilyenkor a kormányablakok hosszított nyitvatartással várják majd az érdeklődőket. Gondolom, ez Székesfehérváron is így lesz. Természetesen a járási hivatal vezetőjével egyeztettek a kollégáim, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kormányablak szombaton is fog üzemelni, részlegesen lesz nyitva. Elnézést, ezt puskáznom kell. Szombaton 8-tól 19 óráig lesznek nyitva, vasárnap pedig 7-től 19 óráig, de csak ideiglenes személyigazolványt állítanak ki, elkészült okmányt adnak ki, vagy pótolják a lakcímkártyát. Tehát ha választópolgárnak ilyen problémája van, akkor ebben tudnak segíteni a Koch László utca 4/B szám alatti kormányablakban. Ugye már több alkalommal foglalkoztunk itt a Fehérvár Televízióban, de a Fehérvár Média Centrum különböző felületein is, hogy sok mindenre számíthatnak a szavazó polgárok, hiszen az önkormányzati választás mellett ugye más szavazáson is részt vehetnek, ehhez is nyilván regisztrálni kellett. De mire számítsunk vasárnap? Ki milyen borítékot, milyen színű papírokat fog kapni? Igen, kétféle színű papírok és borítékok lesznek. Először kezdem a polgármester és az önkormányzati képviselő választással. Mindenki fog kapni egy fehér színű polgármesteri szavazólapot, ami 4 jelölt lesz, illetőleg a lakóhelye szerinti egyéni választókerület képviselőjére szavazhat. Ez is fehér színű szavazólap lesz. Ezen attól függően, hogy melyik választókerületben lakik és fog szavazni, 4, illetőleg 5 jelölt fog szerepelni, hiszen 4 olyan jelölő szervezet, illetve közülük az egyik jelölő csoport volt, akik jelöltet állítottak mind a 14 választókerületben, és 6 választókerületben pedig még egy-egy független jelölt is indul. Ehhez kapnak fehér szavazólapot és fehér borítékot a polgárok. Itt egy jelöltre lehet szavazni érvényesen, X-el vagy plusz jellel, de ez mind tartalmazni fogja a szavazólap. Ennél a boríték használata nem kötelező, de a választópolgár nyugodtan borítékba zárhatja, ha ezt meg fogja kapni a bizottságtól, és úgy dobhatja az urnába. Ezen kívül azok a választópolgárok, akik szeptember 27-ig kezdeményezték, hogy ők nemzetiségi választópolgárként szeretnének szavazni, akkor ők is szavazhatnak ezen a választáson, hiszen a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltekre lehet szavazni. Attól függ, hogy melyik nemzetiséghez tartozik, 1, 2 vagy 3 szavazólapot
kaphat a polgár. 3 szavazólapot a német és a roma nemzetiségű választópolgárok kaphatnak, hiszen ott települési, területi, vagyis megyei és országos választásra is sor kerül. Ebben az esetben 5 jelöltre szavazhatnak a települési nemzetiségű önkormányzati választás során, a területi és az országos esetében listára szavaznak. Ezen kívül még van másik 5 olyan nemzetiség, a horvát, a lengyel, az örmény, a szerb és az ukrán, akik 2 szavazólapot fognak kapni, hiszen ott is van települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás. Esetükben azonban megyei nincsen, csak országos, tehát ezt a 2 fogják kapni, és ott 3 jelöltre lehet szavazni. Az összes többi nemzetiség esetében pedig csak 1 országos szavazólapot kaphatnak a választópolgárok. A lényeg az, hogy ezek zöld színű szavazólapok lesznek zöld borítékkal, és ezeknek érvényességi feltétele lesz, hogy a szavazólapokat bele kell helyezni a zöld borítékba, és azt le kell zárni. Ha nem lesz lezárva a boríték, érvénytelen a szavazat. És ezen nem lehet alkudni sem, és nem dönthet másképp a bizottság majd. Ezért én azt kértem a szavazatszámláló bizottsági tagoktól, akiknek eddig megvolt már a felkészítője, és ezután is ezt fogom kérni, hogy egy nagyon egyszerű mondattal próbálják elmagyarázni a választópolgárnak, hogy mit kell tenni, ne bonyolódjanak bele, amelyiket lehet vagy kell. Fehér szavazólapot a fehér borítékba, a zöldet a zöld borítékba, és mindegyiket zárják le. Picit több munkát okoz a bizottságnak, de így biztos, hogy mindegyik szavazat érvényes tud lenni. Nem tudom, hogy számítanak-e különböző érdeklődő kérdésekre, de mondjuk ugye itt a híradásokban folyamatosan beszámoltunk arról, hogy ugye a megyei önkormányzatra is lehet voksokat leadni, de Székesfehérváron nem, és nem azért, mert hogy valami probléma van az illetővel, hanem azért, mert ezen a településen ugye nem lehet voksolni. Igen, úgy szól a helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvény, hogy a megyei jogú városok, azok nem vesznek részt a megyei önkormányzati képviselőtestület megválasztásában, tehát a megyei jogú városok polgárai nem szavazhatnak. Fejér megyében 2 megyei jogú város van, így Dunajváros és Székesfehérvár az, aki kiesik ebből a lehetőségből. Mire érdemes még odafigyelni? Természetesen a választópolgárok dönthetnek arról, hogy igénybe veszik-e a szavazófülkét, avagy sem. Erre nyilván a bizottság tájékoztatni fogja, hogy ez egy lehetőség, de nem kötelező nekik. Ha nem értik a szavazás módját, vagy valamiért nem tudnak a választójogukkal megfelelően élni, segítségre van szükségük, akkor dönthetnek arról, hogy másik ott a szavazókörben lévő választópolgár vagy a bizottság segítségét kéri, ekkor 2 bizottsági tag az, aki tájékoztatást nyújt számára, segítséget nyújt ahhoz, hogy élhessen a választójogával. A választópolgár a saját tollát is használhatja, esetében nem kötelező a választási tollat használni, ez a bizottsági tagoknak a kötelezettsége csupán, hiszen minden választásnál, én hosszú-hosszú évek óta mindig hallom ezt a direkt olyan tintát használunk a választási tollban, amely el fog tűnni, és így a szavazat érvénytelenné válik, mert pont mindig a éppen aktuális ellenzéket ezzel akarják a választási szervek kipöckölni. Ez egy badarság, de ha a polgár az úgy boldog, és úgy érzi biztonságban magát, nyugodtan használhatja a saját tollát. Van egyébként színben megkötés, hogy milyen színű tollat használjunk, nincsen, vagy csak nincsen toll. Csak toll. Csak toll. Csak toll. Csak toll van tehát. Aztán, ugye, hát ilyenkor gondolom, hogy számos feladat hárul önökre, hiszen ugye ezeket a megfelelő, hogy aztán az megfelelő helység legyen, ki kell szállítani, el kell készíteni. Ez mikor indul ez az utolsó nagy hajrá majd? Már folyik. Már folyik? Már folyik. Ugye 92 szavazókör van Székesfehérváron, rengeteg, hiszen nagy létszámú a választópolgároknak a száma is. És ezt másképp nem lehet megoldani, mint azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, gazdasági társaságoknak a közreműködésével, akik lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szavazóhelyiséget az ő tulajdonukban, kezelésükben lévő épületben tudjuk berendezni. És ezek a szervezetek nagyon sok segítséget is nyújtanak a kollégáimnak, hiszen sokszor átvállalják az őrzést, az építésben, ugye a szavazó fülkéknek az összeállításában, hogy
minél kevesebb munkaháruljon, vagy inkább egyszerűbben tudják megoldani a kollégáim ezt a technikainak tűnő feladatot, ami egyébként nagyon fontos érvényességi kellék. Sőt, elmondhatom azt is, hogy vannak olyan szervezetek, akik meg tudták azt oldani, hogy ezeket a technikai kellékeket egészen az EP választás óta őrzik, ott elhelyezték egy raktárhelyiségben, és most csak előveszik, és össze tudják állítani, igyekeznek komfortossá tenni a polgároknak és a bizottságnak a munkáját, a polgároknak pedig, hogy tudjanak élni a választójogukkal. Hát a legfontosabb kellékek az úgynevezett szállítódobozban lévő szavazási kellékek, a szavazólapok, a különböző címkék, jegyzékek, jegyzőkönyvek, és még sorolhatnám rengetegféle papír, zsineg, gumi, befőző gumi, amivel a plakátok össze vannak hengerré formával is összegonyozva, tehát hihetetlen olló, ragasztó, pecsét, párna pecsét. Ezeknek az összekészítése az ezt követő napokban fog történni, hiszen még nem kaptuk meg ezeket a szavazólapokat tartalmazó szállítódobozokat, és egészen szombatig ez egy folyamat lesz. Szombaton fogjuk majd valamikor 4 óra után lezárni ezeket a dobozokat. Tudni kell, hogy a jelöltek szombaton 16 óráig dönthetnek jogérvényesen arról, hogy esetleg visszalépnek. Ebben az esetben a választási iroda tagjainak hát az összeszavazó lapról ki kell húzni az illető jelöltnek kézzel, a nevét. Gondolom. Kézzel, filctollal, vonalzóval, ezzel is készülünk. És természetesen még egy tájékoztató plakátot akkor az adott szavazókörökbe el is kell juttatni, tehát ez a szállítódoboz azt is fogja tartalmazni, hogy kiesett jelöltre adja le szavazát át a választópolgár. Aztán választópolgárként számíthatok arra, hogyha nagyon korán keltem, hogy felkérnek arra, hogy én legyek az ember, aki hitelesíti gyakorlatilag az urnát. Ez mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy valamikor hajnalban a kollégáim elindulnak a teherautókkal, és kihordják ezekbe a szavazókörökbe ezeket a dobozokat. Megérkeznek valamikor 17:30 környékén a szavazatszámláló bizottságok tagja, és akkor úgymond berendezik a helyiséget, elhelyezik a különböző feliratokat, és előkészítik az urnákat, amelyek még akkor üresek. 18:00 lehet megnyitni a szavazóhelyiséget, és az első polgár, aki megérkezik, és igazolja magát, hogy ugye fennszerepel a névjegyzéken, és jogosult szavazni, őre még vár egy kis feladat, tudom, hogy sokszor nagyon sietnek, de sajnos ez másképp nem megy. Az ő jelenlétében ellenőrizni kell a két nagy urnát, amely folyamatosan a bizottság látókörében van, illetőleg a mozgó urnát, amivel majd végzik a mozgó urnás szavaztatást a bizottsági tagok. Meg kell állapítani, hogy üres, azt ott le kell zárni, leplombálni, és az elsőként szavazó választópolgárnak az általán szavazóköri jegyzőkönyv minden példányán alá kell írni azt, hogy ez a jelenlétében történt, kvázi igazolja ezt, és a szavazatszámláló bizottság összes tagja szintén aláírja, és egy ellenőrző szelvényt kell még kitölteni, ezt az egy ellenőrző szelvényt szintén alá kell írni, és ezt el kell helyezni a mozgó urnában, hiszen ez az egyetlen olyan urna, amely napközben a bizottság felügyelete alól kikerül. Aztán majd este 7:00 után, amikor a szavazatok számlálásához mielőtt még kezdene majd a bizottság, akkor amikor felnyitja először a mozgó urnát, akkor meg kell keresni ezt az ellenőrző lapot, mert ha ez nincs meg, akkor aznap oda leadott abba az urnába beledobott összes szavazat érvénytelen lesz. Ha már az érvénytelen szavazatoknál tartunk, mitől lehet érvénytelen egy szavazat? Mire figyeljünk? Mindenféleképpen tollal kell kitölteni a szavazólapot. A nemzetiségi szavazatok vagy szavazólapok kivételével, tehát a fehér színű szavazólapokon csak egy jelöltre lehet szavazni, és arra az egy jelöltre egymást metsző két vonallal a körben elhelyezve. A lényeg, hogy a metszés pontja ennek a két vonalnak a körben legyen. Ezen kívül ugye a nemzetiségek esetében rajta lesz a szavazólapon, hogy 3 vagy 5 jelöltre lehet, illetőleg a listáknál, hogy egy listára lehet a nemzetiségi szavazólapokon szavazni. Ez nagyon fontos, ezen kívül vannak alkotókedvű emberek, időnként kisvirágot, versikerészletet, üzeneteket kapunk ezeken, vagy kapnak a bizottságok a szavazólapokon. Mi csak a szép üzenetekre emlékezünk, a csúnyábbakra azokra nem, de azt bátran állíthatom, hogy mindig felháborodnak mindenféle párbéli hovatartozástól függetlenül a bizottsági tagok, hogy ők egész nap megfeszítetten dolgoznak, és erre ilyen üzeneteket kapnak. De a szépeknek nagyon örülnek.
No, és ami még fontos, ugye a reggel 6-os nyitásról már beszéltünk, hogy 19 óráig tudják leadni a voksokat. Így van, 19:00-ig, aki odaért a szavazókörbe és beállt a sorba, az még szavazhat, függetlenül attól, hogy meddig fog még ott tartani a szavazó helyiségben maga a szavazás, de utána már nem állhat senki sorba, nem mehet be senki a szavazó helyiségbe. Erre a bizottságnak kell ügyelnie megfelelő módszerrel, és azt követően le kell zárni a szavazást, és utána kezdődik a szavazatszámlálás. Természetesen a mozgónás szavazást is úgy kell szervezni a bizottságnak, hogy aki mozgónával fog szavaztatni két bizottsági tag, azoknak 7 órára vissza kell érni a szavazókörbe. És egyébként a mozgóurnát is igényelni kell. Igen, a mozgóurnát telefonon nem lehet igényelni, erre szeretnék ráerősíteni. Most is volt olyan telefonálóm, aki azt mondta, hogy hát majd akkor vasárnap telefonál a bizottságnak, ez nem megoldás. Azt már nem tudom mondani, hogy hívjanak minket bátran, mert postai úton kiküldünk mozgóurna kérelem nyomtatványt, mert már nem biztos, hogy oda fog érni postai úton, de ha van jó ismerőse, barátja, aki a választási irodára el tud menni, vagy éppen internetes hozzáféréssel rendelkezik, és a www.választás.hu oldalról le tudja tölteni ezt a mozgónak kérelmet, akkor sokkal egyszerűbben benyújtható, neki sem kell gondolkodni, és biztos, hogy jó kérelmet fog kitölteni, és ezt a szavazás napján akkor el kell juttatni a szavazatszámláló bizottság részére. Ezen kívül természetesen elektronikusan lehet kérni mozgóurnát. Az tulajdonképpen az ügyfélkapun érkező mozgóurna kérelmeket egészen a szavazás napján 12 óráig azt a választási iroda kinyomtatja, és eljutatja az érintett szavazatszámláló bizottságnak, és akkor azok délután még tudják biztosítani a mozgóurnával történő szavazást. Köszönjük szépen a tájékoztatást, mondhatjuk, hogy ezek voltak a legfontosabbak a vasárnaphoz kötődően. Köszönöm szépen. Nézőinknek köszönjük a figyelmüket, és hát találkozunk legközelebb vasárnap 19 órakor választások kapcsán itt a Fehérvár Televízióban, hiszen akkor indul választási műsorunk, és egészen az eredmény közeli állapotig jelentkezünk, majd többek között a helyi választási iroda munkatársával is, Pápai Erzsébet, és több alkalommal fogunk majd jelentkezni. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!